Az elmúlt év végén és idén az állampolgárok tájékoztató levelet kaptak a Nemzeti Választási Irodától. Ebben a levélben azokat az információkat foglalják össze, amelyeket tudniuk kell a választással kapcsolatban. Három kérdéskörben nyújthatnak be kérelmet, valamint tehetnek nyilatkozatot január 1-től. A három kérdéskör pedig a következő. Ez a három témakör, az első a nemzetiségi névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem, a második a szavazáshoz történő segítségnyújtás iránti kérelem, a harmadik az pedig a személyes adatokkal történő rendelkezés, tehát annak a tiltása, illetve korlátozása. Ehhez a levélhez, illetve tájékoztatóhoz mindenki kapott mellékelve egy nyomtatványt is, ami mutatja, hogy milyen adattartalmat kell kitölteni, és mire vonatkozóan kell nyilatkozni. Ez a nyomtatvány ez benyújtható személyesen a helyi választási irodához, illetve postai úton szintén a helyi választási irodához, valamint elektronikus formában is lehetőség van ennek a benyújtására. Ez vagy az ügyfélkapun keresztül, a www.magyarország.hu-n keresztül, vagy pedig a választás, a www.választás.hu-n keresztül. Tulajdonképpen ez azt jelenti, ez a három témakör, amiben lehetőség van a nyilatkozatvételre, hogy kérheti a választópolgár azt, hogy a nemzetiségi névjegyzékbe feltüntetésre kerüljön. Ebben az esetben, hogy ott feltüntetésre kerül, akkor részt vehet a nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson. Tulajdonképpen ennek a nyomtatványnak az A részében szerepel az erre vonatkozó nyilatkozattétel. Hogyha azt is kéri, hogy ennek a hatája kiterjedjen az országgyűlési választásokra vonatkozóan is, akkor a B részt is ki kell tölteni. Ebben az esetben ő nem párt listára szavazhat, hanem a nemzetiség által állított országos listára szavazhat. Azt fontos tudni, hogy ilyenkor, hogyha ezt a részt kitölti valaki, akkor az adott nemzetiséghez vallónak is vallja magát. A második rész pontos kitöltésével azok kérhetnek segítséget, akik fogyatékossággal élnek. A mozgásukban korlátozottak akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását, a vak és gyengénlátók pedig bráírással készített értesítéseket és szavazó sablont is kérhetnek. Aki nehezebben értelmezi, tudja értelmezni ezeket a megküldött szövegeket valamilyen fogyatékossága miatt, ő egyszerűbb, könnyebb érthetőségű tájékoztató szövegeket kapjon. A harmadik kérdéskör pedig a személyes adatok kapcsolatos önrendelkezésről szól. Választások során a jelölő szervezetek adatot igényelhetnek a központi nyilvántartó rendszerből. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok közül a lakcímet és a nevet egy ilyen igénylés alapján kiadják számukra, és akkor ennek alapján megkereshetik a jelölő szervezetek vagy a jelöltek közvetlen kampányüzenetekkel is őket. Ha valaki ezt nem kéri, nem kíván ebben részesülni, akkor ha kitölti a nyomtatványnak ezt a részét, amiben tiltja a személyes adatainak az ilyen irányú kiadását, akkor erre nem kerül sor. Mindenkinek felhívják a figyelmét a személyes adatok pontos kitöltésére.